Sziasztok! A mai epizódban nagyon érdekes dolgokról lesz szó, mert kint voltam a Brain Baron 2 napot, és ott találkoztam egy úri emberrel, aki egy bizonyos cég elektromos autóért felelős divízió élén áll, és elég érdekes dolgokat mondott. Azért nem mondom a nevét, mert mondott privát véleményt is, és hogy emiatt nem akarom összekötni, hogy a nevét is betegyük a videóba, de még mielőtt belemennénk ebbe, mutatnék valamit, ez pedig a DJI Osmo Action. Hát GoPro killernek mondott kamera, és sokan kérdeztétek, hogy miről a véleményem, és hát az, hogy itt van ez a kis kijelző, ami életmentő tud lenni, és már emiatt megéri, már csak azért is, mert hogy látjuk magunkat, hogyha éppen action kamerázunk, és azért ez elég fontos funkció. A másik az, hogy olcsóbb, mint a GoPro, jobb a stabilizátora is valamivel, nem sokkal, de tényleg jobb, úgyhogy nagyon jó róla a véleményem, lehet, hogy át fogok állni GoPro-ról, sőt, valószínűleg át fogok állni. A Mercedes EQC tesztemben már ez a kamera vette a belső felvételeket, a most szombati Teslás Model 3-as Hungaroringes csapatos videóban is ez vette a bukós isakomról a képet, úgyhogy meg tudjátok nézni, meg jövő héten lesz egy motorcsónakos epizód, egy elektromos motorcsónakos epizód, abban is használtam az Osmo Action, tök jó, tehát vegyétek meg, és ha már a DJI-nál tartunk, most hívott a barátom, aki a DJI-nál dolgozik, hogy brutális akció indult a DJI RS Budapestnek a boltjába. Nézzétek meg, Mavic Air Fly More kombót lehet venni, 20-30%-kal olcsóbban, mint korábban, meg Mavic Pro Platinum Fly More kombót, és ugye a Fly More kombóval érdemes venni ezeket a drónokat, tehát ha már drónt vesztek, akkor mindenképpen érdemes a Fly More kombóval venni, hiszen plusz 2 darab akkumulátort kapunk, a pack-kel kapunk propellervédőt, a 3 darab aksitöltőt, tehát egy ilyen dokkot is kapunk hozzá, meg hortáskát, tehát egy úgyis meg fogjuk ezeket venni, és hogyha repülünk, akkor tudjuk, hogy az első repülés az még ilyen bénázás, és aztán rájövünk, hogy hogyan kéne berepülni azt a témát, amit szeretnénk, és akkor a másik két aksival felveszük a használható részeket, úgyhogy menjetek be a DJI RS Budapest boltjába, ők a hivatalos márka képviselet, és tök jó akció van most ezekre a drónokra, úgyhogy irány a DJI bolt, és akkor vissza a Brain Barra. Szóval második nap beszélgettem ezzel az úri emberrel, aki elég magas pozícióban van, és egy elektromos autókkal foglalkozik kizárólag, tehát neki is ez az élete, és hát ezért felelős. Úgyhogy az első kérdésem az volt hozzá, hogy mondja meg a frankót, hogy az autógyártók szerint mi a jövő? Tehát, hogy pici turbós, pici benzines motorok, esetleg hidrogénhajtás, vagy az elektromos hajtás, azonnal rávágta, hogy ez nem kérdés, az elektromos hajtás. A politika is e felé megy, és az autógyártók is e felé mennek, csak még kivárnak. Ugye erre is rákérdeztem, hogy mire várnak az autógyárak. Tehát a Tesla untja magából az autókat, iszonyatos mennyiség, most ilyen 90 ezer negyedéves eladásokról lehet beszélni, Amerikában több Teslát adnak el, mint az összes többi BMW személyautóból. Tehát, hogy elég komoly számok vannak, és mint hogyha németek így nem dolgoznának erősen, és hát abban maradtunk, ugye erre nem volt egyértelmű válasz, de abban maradtunk, hogy a németek gyártanak benzines, dízel autókat még, tehát nekik nem szükséges, hogy most millió számra ontsák ki magukból az elektromos autót, ezt meg fogják tenni majd akkor, hogyha igazán megéri nekik, és kiadja az Excel, akkor majd szépen gyártani fogják ezeket. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a német autógyártók szerint az elektromos autózási a jövő. A hidrogénhajtás, ugye beszéltünk erről is, de egyelőre meg gyerekcipőbe jár még mindig, és lehet, hogy teherautóknál, hajóknál, repülőknél a hidrogénhajtás lesz a jövő, a személyautóknál valószínűleg ez nem fog megtörténni. Egyszerűen nem hatékony, nem éri meg, úgyhogy elektromos hajtás. De megijedtem a macskától. Megkérdeztem tőle, ami igencsak érdekelt, még hogy én teszem ide direkt a macskát. Megkérdeztem tőle, mert érdekelt, hogy mi a véleménye arról, hogy a Teslának van valamiféle előnye a hatótávon. Tehát, hogy mi a trükk a Teslátnál, miért mennek messzebbre, mint hasonló méretű kategóriájú más elektromos autók más gyártóktól. Ilyen 10-20-30%-os különbségek vannak. És az volt a válasz, hogy szerinte nagyon túl maxolja, túl engedi az akkumulátorok kapacitását a Tesla, tehát túlságosan ki vannak hegyezve az aksi technológiák, illetve minden más is a Tesla autóiban. Míg mondjuk például a németek ilyen konzervatívabbak, és azt szeretnék, hogy mondjuk 20 évig is bírják ezek az aksipakkok, nagyobb hűtést tesznek bele, sokkal jobban odafigyelnek, hogy mennyire hajtják ki őket, és hogy ez lehet a különbség, és hát
olyan szempontból mondott valamit emberünk, hogy több Teslát látunk kigyulladni. Franco megmondta, hogy a Teslák például könnyebben kigyulladnak, pont azért, mert nagyon-nagyon össze van zsúfolva minden, kisebb a hűtés, vékonyabb fala van a celláknak, nem tudjuk, de hogy az a lényeg, hogy jobban ki van hegyezve a technológia, és emiatt talán több Teslát látunk kigyulladni, és ebben van valami, hiszen például e-golfokat, e-tronokat, meg egyéb más gyártókat is mondhatnék, Nissan Leaf-eket nem nagyon látunk a hírekbe kigyulladni, persze az is lehet, hogy csak nem írják meg. Minden esetre ebben lehet valami, hogy a Tesla jobban kihegyezi a technológiát, és hogy ez majd később visszaüthet, de ezt igazából senki nem tudja. Nyilván azért, hogyha egy ilyen pozícióval lévő ember, nem árulhatok el, de higgyétek el, hogy nagyon magasan van. Hogyha valaki ezt mondja, akkor abban lehet valami. Beszéltünk az akkumulátor technológiáról, hogy azt látjuk, hogy a lítium-ion aksi technológia az elmúlt 4-5 évben duplázódott. Tehát ugyanakkor a súlyba majdnem kétszer annyi energia fér bele. Tehát, hogyha eddig volt 250 kilóba mondjuk 22 kilowattóra kapacitásunk, akkor most már van 42 az i3 a legegyszerűbben mérhető, ott tényleg nagyon jól látszik, hogy jönnek az aksik, vagy akár a Nissan Leaf-et is mondanám, 20, 30, 40, és most jönnek a 60-as Leaf-ek, és ugyanakkor autóban vannak ezek benne. És a legfontosabb kérdés, hogy ezt tudjuk, hogy ez eddig megtörtént, de hogy ez folytatódik-e, ez a trend, és azt mondta, hogy igen. Tehát az nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a következő 4-5 évben ugyancsak egy ilyen duplázódás várható, és tehát 5 év múlva mondjuk egy i3-ba az azt jelenti, hogy akár 80 kWh-s akkumulátor is belekerülhet, ami 600-700 km hatótáv. Viszont erre meg azt mondta az emberünk, amikor ezt így levezettem neki, hogy hú, az milyen jó, és azt mondta, hogy szerinte ő nagyon reméli, hogy nem megyünk 500 km hatótáv fölé. És ez egy nagyon érdekes pont, itt most biztos sokan felhördülnek, mert a kommentelők mindig írják, hogy 1000 km hatótáv, addig ő nem vesz elektromos autót, és emberünknek igaza volt, és tényleg én is elgondolkoztam, hogy ha minden körülmények között télen-nyáron egy autó tud 500 km-t egy elektromos autó, nincs szükség többre, tényleg, tehát egyszerűen annyira kevés megy 1000 km-t egy seggel, hogy erre nincsen szükség, és emberünk, nevezzük X-nek, Mr. X elmondta, hogy 500 kilométerenként sokkal fontosabb, ha ki van építve egy töltő infrastruktúra, akkor 500 kilométerenként tölteni, ez nem egy nagy kaland, 350 kW-os töltése, ez 10-15 percet fog jelenteni, tehát nem lesz egy ilyen nagyon nagy probléma, viszont sokkal jobb autók lehetnek, hiszen hogyha fejlődnek az aksik, csökken a tömegük, és meg lesz az 500 km hatótáv kapacitás, és könnyebb autókat vezethetünk, az CO2 meg környezetszennyezés miatt, tehát a gyártás miatt nagyon fontos, hogy ne menjünk ilyen korlátlan irányba, vagy 1000 kilométeres hatótáv, bár persze Elon Musk kimondta már a Tesla Roadsternél, az, ami majd jön 2020 vége, 21 elején, hogy 1000 kilométer hatótáv, ez nyilván azért nem nagy tempóval lesz értendő. Szóval lítium-ion fejlődik, duplázódni fog 4-5 év múlva a kapacitás, 500 kilométernél nem akarnak a gyártók nagyobb aksikat, amivel tökre egyetértek, hiszen inkább legyen könnyű, jó autónk. Ugye, hogyha könnyű az autó, akkor nő a hatótáv, tehát hogy ezek így kéz a kézben járnak. És akkor jött szóba a szilárdtestes akkumulátor. A szilárdtestes akkumulátorról annyit kell tudni, ugyanúgy lítiumos aksikról beszélünk, viszont nincs az a folyadék, ami például ki tud gyulladni az elektromos autóban, illetve akár a mobiltelefon akkumulátorokban is, azért veszélyesek ezek az aksik, mert van ez a folyadék, ami nagyon könnyen reakcióba tud lépni, és akkor így szépen lángol. A szilárdtestes aksiban ez nem lesz, könnyebb lesz, egy olyan 30-40%-kal, akár 50-nel könnyebb lehet az akkumulátor, ugyanakkor energiasűrűség mellett. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk most egy Teslában, egy P100D-ben 100 kWh-s akkumulátort veszünk, ez olyan 550 kg, ez lehet 250 kg is. Hogyha 250 kg csak egy akkumulátor, akkor kivettünk 3 embert az autóból, 3 ember súlyát, és ugye 3 ember súlyát már megérez minden autó, a benzines is, a dízel és az elektromos is, tehát hogyha kiveszünk egy csomó súlyt az autóból, egyrészt jobban fog menni, kevesebbet fog fogyasztani, tehát már csak emiatt is nő a hatótáv, tehát exponenciálisan javulni fognak az elektromos autók, akár csak 5 év múlva. Hogyha jönnek a szilárdtestes aksik 5-10 éven belül, az kb. Az elektromos autózásnak minden problémáját meg fogja oldani. Szóba került az önvezetés. Annyiban maradtunk, hogy az önvezetés jelenleg a level 5-ös önvezetés, tehát a fullos, akár kormány nélküli autót most meg tudnak csinálni. Tehát ez a technológia, ez most már nem probléma. A szoftveres része és a hardveres része, hogy az
az olcsó legyen, az még probléma, de az sem akkora probléma. Lásd a Tesla-nak az új hardvere, a Neural Network-ös ilyen szörnyetek processzorokkal. A legnagyobb probléma az a szabályozás. Tehát azt mondta Mr. X emberünk, hogy kell lehetőleg globális, de legalább kontinens szintű szabályozás. Tehát, hogy ne az legyen, hogy én Magyarországon elindulok az önvezető autómmal, és az osztrák határon átérve más szabályok vonatkoznak, és ott már mondjuk nem lehet önvezető, vagy nem olyan önvezető, vagy nem fordulhatok hátra. Tehát, hogy a szabályozás az egy nagyon nagy probléma lesz, és a morális része a dolognak, hogyha egy elkerülhetetlen baleset van, akkor az autó hogyan döntsön, hogy mondjuk az egy kisgyereket, a öt nagymamát, vagy mondjuk minket vezessen bele a szembe jövő kamionba, vagy a betonfalba. Úgyhogy ezek a legnagyobb problémák, és ezek szerintem nagyon-nagyon hosszú időt vesznek majd igénybe, hogy megoldódjanak, amivel abszolút egyet is értek, de az tény, hogy szerintem a level 3-4-es önvezetés, amikor még azért oda kell figyelnünk, de már a stop táblánál megáll az autó, a pirosnál megáll, befordul, elsőbséget ad, elenged, indexel, sávot vált, haza vezet, úgy, hogy azért oda figyelünk az autóra, ez szerintem 1-2 éven belül itt van. Tehát ha legkésőbb 2020 végéig azt mondom, hogy például a Tesla biztos, hogy ha nem is fullosan, de bétásan el fogja ezt indítani. Ezt is mondta emberünk, hogy ilyen szempontból a Tesla elég veszélyes játékot űz, hiszen hiába most is biztonságosabb sokszor az önvezetése a Teslának, mint mondjuk egy emberi vezetés, azért öl meg embereket a Tesla, ami elég para, és mondjuk a német autógyártók mindaddig, amíg egy 10% esélye van arra, hogy az autó megöli a tulajdonosát, vagy másokat, addig nem fogják azt mondani, hogy itt az önvezetés, és használjuk. Az utolsó téma az a carsharing volt. Ugye ez érdekes topik, hiszen ez a városokban megoldana nagyon sok problémát, viszont felmerül egy olyan probléma, hogy ha elterjedne a carsharing, és csak az lenne a világon, nem vásárolunk saját autókat, akkor az autógyártók kevesebb autót adnának el, tehát valószínűleg az lesz a megoldás, hogy az autógyártóknak kell üzemeltetni carsharinges szolgáltatásokat, és valahogyan el kell érnie, hogy mindenki az ő autójukat használja olyan mennyiségben, hogy ugyanazt a pénzt megkeressék, mint hogyha eladnának ötször annyi autót egyedi tulajdonosoknak, hiszen kb. Ugye a carsharinggel az a helyzet, hogyha csak carsharing lenne a városokban, akkor kb. Ötöd ennyi autóra lenne szükség. Hiszen az emberek reggel 5-kor elindulnak munkába, és sokan meg 5-kor, 6-kor, 7-kor, 8-kor, 10-kor, 11-kor, valaki csak délbe megy, valaki csak éjszaka megy. Tehát az autók folyamatosan leteszi az egyik embert, már viszi a másikat munkába, és baromi jól működne a dolog egyébként, de még ez idő, tehát ez is az önvezetés szükséges, tehát 10-20-30 évről beszélünk, de ez egy érdekes topik, hogy mondjuk mi lesz. Nem tudott egyértelmű választ adni. Jó lenne a carsharing, de közben újabb problémákat vet fel, hogy mondjuk mi lesz az autógyártóknak a marginjával, hiszen ők pénzt akarnak keresni. Kim volt egyébként Elon Musknak az anyukája és a Brain Baron, de sajnos nekem akkor el kellett mennem, és egy munkám volt, meg egy tárgyalás, amit nem tudtam megnézni. Egyébként tök érdekes, hogy Elon Musknak az anyukája 70 éves, és baromi jól néz ki. Teszek be róla a képet, tehát megdöbbentő. Egészen más bizniszben utazik, mint a fia, és ott volt egyébként a Brain Baron. Nagyon sajnálom, hogy vele nem tudtam találkozni, vagy megnézni, meghallgatni, érdekes lett volna. Viszont azért azt gondolom, hogy amiket most megtudtam, azért ezeken érdemes. Majd biztos vagyok benne, hogy a kommentekben rengeteg hozzászólás lesz, és vita a carsharingről, a szilárdtestes aksikról, tehát amikről most beszéltem. De azt gondolom, hogy kellenek ezek az epizódok is. Nagyon gondolkoztam, hogy a héten nem tudok leforgatni most egy videót, elcsúsztunk egy motorcsónakos videóra rossz idő miatt, meg egyéb dolgok miatt. Úgyhogy most a Teslás videó, ami most jönne ki, az lenne ez, és na mindegy, szóval kicsit megcsúsztam, de ez jó dolog, hogy közben olyan infókat is kapunk, amiket egyébként máshonnan nem, úgyhogy a Brain Barra megérte kimenni. Azt hiszem nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, hogyha tetszett ez az epizód, akkor kövessetek YouTube-on, Instagramon, nagyon nagy köszönet a kapu.hu-nak, a Reghoz értének, az elbásoknak és a Tiszta Energiáknak a támogatásáért, meg persze egyébként a DJ-nek is, mert tényleg tök rendesek, bármit kérek, az ott van, tehát azonnal megkapom, legyen ez rossz szó drónról, bármiről. Nézzetek meg az akciókat, és a következő epizódig, ami Hungaroring, Tesla Model 3, EcoGP, és hát, hogy EcoGP, de mi nem biztos, hogy kibírtuk, ennyit elspoilerezek, majd nézzétek meg szombaton 6-kor jön, addig is, sziasztok, ciao.